A vekerleterv lényege, hogy a Kárpát-medence vállalkozói szorosabb gazdasági együttműködést hozzanak létre egymással. Fejér megyei vállalkozók és hát a Veszprém megyeiket is közé ehhez lehet sorolni. Alapvetően számítanak egy új piaci lehetőségre, és a kisközép vállalkozásoknak a Kárpát-medence, mint piaci tér, ez történelmileg is adott, hiszen a nyelvi nehézségek nem gátolják az ottani terjeszkedést, az együttműködés ezen a területen. Vekerle példájából is azt mondhatjuk, hogy ez a gazdasági központ már volt vezető szerepben a régióban. Ez abból a könyvből is kiderül, amelyet a fórum kapcsán mutattak be. Aki az előiratot, az előkéziratot csinálta, az a családban nevelkedett Stóbi bácsi, Vekele Sándor nevelt fia volt, és ő sokat küzdött azért, hogy az eredeti kéziratot ki tudja adni. De hát sajnos érthető okokból ez a szocializmus időszakában ez illuzórikus volt, és én pedig kezembe vettem, és egy kicsit megvágtam, átdolgoztam, beledolgoztam bizonyos dolgokat, hogy a mai modern világunk emberének is legyen otthon egy könyve Vekele Sándorról, aki ennek a korszaknak, a dualizmus korszakának mindenképpen az egyik meghatározó, talán legsikeresebb és legnépszerűbb alakja volt. A dualizmus korában, vagyis Magyarország gazdasági fénykorában háromszor is miniszterelnöki tisztséget betöltő Vekerle Sándor az első polgári származású miniszterelnök volt. A megyéhez pedig úgy kötődik, hogy Móron született, és Székesfehérváron tanulta a Ciszter gimnáziumban.